Szép magyar települések, érdekes események. Ebben a blokkunkban mindig hírt adunk egy szép magyar városról, és hogy ottan történik valami. Most a terítéken Pécs lesz, amely méltán vívta ki már azt a megtisztelő címet, hogy a kultúra városa. Hát most is történik valami, a poszt hozza lázba a közönséget, a turistákat, az odalátogatókat. Aki nem tudná, a poszt nem más, mint a Pécsi Országos Színházi Találkozó. Rengeteg esemény lesz rajta, hát mi kiemelünk egyet-kettőt ebből, ilyen például a Kaszás Attila díj átadása és a Kaszás Attila díj kiállítás. Idén nyáron immár 6. alkalommal adják át a Kaszás Attila díjat, amely a magyar ajkú színművészek méltó szakmai és emberi elismerésén túl Kaszás Attila szellemi hagyatékának ápolását szolgálja. Az idei évben a díj szervezői Kaszás Attila személyét és munkásságát bemutató kiállítást rendeztek, amelynek jelmondata a díjhoz hasonlóan embernek lenni. Nem szerep. A kiállításon a Nemzeti Színház, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, a Víg Színház, valamint a színész társak, barátok fényképei és tárgyi emlékei láthatók, az összeállításban eddig még nem látott személyes fotók és egyéb különlegességek is helyet kapnak. Aztán a másik, általunk érdekesnek tartott program, a vándor színészet a 19. századi Magyarországon. A Magyar Művészeti Akadémia támogatásával, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet részvételével a kiállítást készítette Tordai Hajnal, Csiszár Mirella, Gajdó Tamás, Juhász Tibor. A kiállítás helyszíne a színészet hőskorának jelképe az Ekhós szekér. A vándor színészettel ismerteti meg a mai közönséget, megidézi a 19. század első felének Jenes színigazgatóit, színészeit is, többek között Dérinét is. A poszt kiállításában találjuk a Gobbi Hilda emlékkiállítást, mert 2013-ban emlékezünk Gobbi Hilda születésének 100. évfordulójára. Egész élete a színházról és a színházért való tenni akarásáról szólt, nem csak alakításaival, hanem a Horváth Árpád Kollégium, a Jászai Mari Színház, az Ódri Árpád Színész Otthon, a Bajor Gizi Színész Múzeum és az Óze díj létrehozásával is a magyar színház ügyét szolgálta. A kiállítás az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet kamara kiállítása. Aki több napot szeretne Pécsen tölteni, hiszen a poszt mellett a kultúra más válfajaiból is bőven csemegészhet ebben a városban, akkor remek szálláshelyek várják itt. Például az Ágostonok régi történelmi család, az Ágoston név mindig értéket, minőséget képviselt. Az e nevet viselő hotel is követi ezeket az erényeket. A hotel Pécs belvárosában, csendes helyen, szép környezetben található. A történelmi városközpont, a Széchenyi tér 7-8 perc sétával kényelmesen megközelíthető Pécs mediterrán hangulatú sétáló utcáin. Pécs múzeumai, illetve nevezetességei pár perc sétával kényelmesen megközelíthetők, de a Pécsi Tudásközpont és a Kodály Zoltán hangversenyterem is a hoteltől mindössze 500 méterre található. 14 szobás, klimatizált hotel összesen 40 embernek kínál kényelmes szálláshelyet. A pihenni és kikapcsolódni vágyó turistákat közeli és hangulatos települések várják csodálatos természeti környezetben, mint Orfű, Abaliget, Harkány, Siklós, Villány és Hertelend. Természetesen a világhálón sokkal több információt kaphatnak, mi pedig térjünk vissza a poszthoz, amelynek díszvendége Bodrogi Gyula Kossuth díjas színművész. Találkozhatnak még szeretett költőnkkel is,
Pécsi bolyongások Vörös Sándorral címen, a költő születésének 100. évfordulója tiszteletére rendezett kiállítás Vörös Sándor színpadi műveinek színházi előadásait veszi számba, képekkel, színlapokkal, jelmezekkel, bábfigurákkal. A dokumentumok megidézik a Holdbéli csónakos egyik legendás alakítóját, Kaszás Attilát is. A fesztivál szalon kellemes zenehallgatásra nyújt lehetőséget. A fesztiválklub a színház parkolójában nyílik meg. A posztról is természetesen a világhálón rengeteg-rengeteg információt és részletes leírást találnak.